frontok és az erős viharos szél a folytatásban már nem borzolják a kedélyeket, egészen nyugodt, csendes arcát mutatja időjárásunk a folytatásban. Köszöntöm az M1 nézőt, jó reggelt kívánok, Lazabori vagyok, és sok-sok napsütés jár, emellé lehet gyűjteni a D-vitamint, ma például 16 óra 39 percig, már 42 perccel tovább, mint a téli napforduló idején. Egyébként nem tudom, tudták-e, hogy a reggeli órákban sokkal lassabb ennek a változásnak az üteme, a nap felkelte csupán 14 perccel korábban teljesült a mai napon. Na de vissza az időjáráshoz, a sok-sok napsütést magas nyomás, vagyis anticiklon okozza, nem nagy talány ezt kitalálni, itt Európa középső területein helyezkedik el középpontjával, és gyakorlatilag ketté vágja Európát hőmérsékleti tekintetben, hiszen keleti oldalán északias az áramlás, ezzel az északi áramlással érkezik továbbra is ide a hideg levegő, míg Nyugat-Európában kifejezetten enyhe az idő, itt egészen erős a déli áramlás, olyannyira, hogy az elmúlt napokban Spanyolország déli részén helyenként a 30 fokot is meghaladta a hőmérséklet, na de nálunk azért ilyen melegre nem kell számítani, sőt 10 fok alatt alakulnak a csúcsértékek, általában 6-8 fok környékén. És ahogy említettem, sok napsütés vár ránk, változóan felhős lesz az égbolt, itt a keleti tájakon eleinte még erősen felhős borult lesz az ég, de itt is csökken, illetve szakadozik a felhőzet. A hőmérséklet tehát nem éri el a 10 fokot, az északnyugati szél pedig jelentősen mérséklődött az éjszakai órákban, most még délelőtt azért élénk széllökésekre is készülhetünk, sőt a Dunántúli Középhegységben egy-egy erősebb széllökés sem kizárt, később pedig a Zemplén környékén, majd az esti órákra fokozatosan mindenütt veszít erejéből a szél, így ez már jelentősen nem rontja a hőérzetet. És a folytatásban is így marad, hiszen továbbra is ez az anticiklon alakítja időjárásunkat, vagyis sok-sok napsütés vár ránk. A reggeli hajnali órákban azért többfelé kialakul majd pára, illetve köd, majd a következő napokban már alacsony szintű rétegfelhőzet is, ami napról napra egyre makacsabbul megmarad, de még így is azért a napsütés lesz túlsúlyban. Csütörtökön egy front szakadozott felhősávja vonul át a Kárpát-medence felett, de számottevő csapadékot nem ad, főként az északkeleti harmadban alakulhat ki gyenge csapadék, illetve pénteken már azért szorványos jelleggel, de nagy mennyiségre akkor sem kell készülni. Láthatják, hogy a hőmérsékletben néhány napig nem lesz változás, viszont a jövő hét második felében fokozatos enyhülést tapasztalhatunk majd. Virtuálisan idevarázsoltuk Magyarország legmagasabb pontját, a csodálatos Kékestetőt. Ez a nemzeti színű kő jelöli, hogy 1014 méter magasan vagyunk, ami azt jelenti, hogy a felhők fölé emelkedve az északi oldalon például tiszta időben megpillanthatjuk a Tátra vonulatait is. Itt viszont már a magaslati klíma érezteti a hatását, ami miatt a Kékes 61 éve hivatalosan is klimatikus gyógyhelynek számít. Levegője jó hatással van az asztmára. Ez, valamint a csodás kilátás az év minden napján vonzza a turistákat, akik számtalan útvonal közül választhatnak, ami innen indul. És természetesen ezt a pontot a legendás Kék Túra útvonala is érinti. Korábban itt a Mátra szívében működött hazánk leghosszabb sípályája is, ami sajnos technikai okok miatt jelenleg nem üzemel. Én most köszönöm a figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!